Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetésünk nézőit. Mai vendégem Kelemen István, a Vörös Marti Színház színművésze. Szervusz, köszönöm, hogy megtiszteltél, és itt vagy velünk. Nos, hát képzeld el, amit kívánsz, kívánd, amit elképzeltél, és teremtsd meg, amit kívántál. Legyen ez a felütés ennek a beszélgetésnek George Bernard Shaw-tól. Azt hiszem, mert hogy te azok közé tartozol, akik bejárták azt az utat, hogy megteremtetted, amit kívántál annak idején. És ez egy hosszú út volt, valljuk meg, volt benne rög, volt nagyon-nagyon sok siker, és hát én áldom a sorsot színházba járó, színház szerető emberként, hogy végül is itt leltél otthonra nálunk, Székesfehérváron. De ennek van egy alapja. Ugye azt tudjuk, hogy Budapesten születtél, igen, és édesapád tanár volt, édesanyád könyvelő, és úgy tűnt, hogy amikor a pályát választottál, akkor meglehetősen messze volt a mai éned, hiszen a Fáy András közlekedési szakközépiskolába jártál. Sőt, még ennél is messzebb voltam a dologtól, mert hogy nagyon szerettem volna orvos lenni, de a műszaki dolgok is nagyon érdekeltek, és tulajdonképpen mind a két pályától megóvott engem a matematika, mint olyan. Mert szoktam mondani, hogy kétszer műtöttek matematikából, és mind a kétszer ott maradtam a műtőasztalon. Szóval sok könnyet hullattam a párnába, amikor ez a két pálya nem jöhetett össze. De tulajdonképpen ugyanígy érdekelt a színház is, és örülök, hogy édesanyámat említetted, aki keresztanyámnak és édesanyámnak és nekem bérletünk volt a Madách Színházba és az operába. És tulajdonképpen azt az érdeklődést, a színház iránti érdeklődést ez a két bérlet alapozta meg. Illetve hát az általános iskolás színjátszó csoport, az, mert azért az fontos. Hüvesvölgyi Katalin, Hüvesvölgyi Ildikónak a testvére vezette ezt a színjátszó kört még a Csaba utcai általános iskolába, és akkor onnan indult ez az egész. Meg hát azért, mondom, ez hozzátartozott ugye az opera. Az opera, ami mindenség. Egy-egy beszélgetésen elmondtad, hogy az autószerelő szakma, mint olyan, ugye a középiskolában azért ma sokkal magasabb szinten lehetett ezt megtanulni, és nagyon érdekelt. Tehát így akkor megvolt ez a kettősség. Sőt, ugye hármasság, mert én egy harmadik generációs autószerelő vagyok, szoktam mondani. Az én nagyapámnak volt az első Fiat szervize Magyarországon, amíg hát el nem vették, és aztán édesapám is ezzel foglalkozott, illetőleg hát tanított. De azt kell, hogy mondjam, hogy most is érdekelnek a műszaki dolgok, mert azért a repüléssel kapcsolatban sok mindent elolvasgatok, főleg a technikai részeket, szóval ez azért ott van az emberben. Nehéz volt a döntés, mármint pályaválasztás szempontjából, hiszen annak ellenére, hogy érdekelt az autószerelő hivatás, azonnal jelentkeztél a színművészeti főiskolára, és ugye, bár nem vettek fel elsőre, de a Nemzeti igen. Stúdióban már azért csak-csak kiderül, hogy valaki egyik oldalról tehetséges, másik oldalról pedig nem adja fel, hiszen utána pedig egyenes volt az utad. Igen, nagyon sokat köszönhetek a Nemzeti Stúdiónak, Bodnár Sándornak, aki ott velünk foglalkozott, és komoly órák voltak ott. Tehát az egy olyan egy év volt a főiskolai felkészülésre, ami nagyon hasznos volt. Azért az első felvételire érettségi után az ember úgy ment el, hogy hát talán nem is volt meg az öt monológom, tehát igazából nem tudtam fölkészülni rá, meg nem is tudtam, hogy pontosan mi ez. Tehát, hogy milyen mennyiségű energiát kell ebbe beleölni, hogy az ember oda kerüljön, ahova szeretne. De ez egy kicsit a sportnál ugye hasonló, mert ma már meg tudják határozni, hogy ha valaki tehetséges, van benne affinitás, mennyi, hány kiló zsúlt kell egy héten felhasználnia ahhoz, vagy elégetnie ahhoz, hogy oda kerüljön ahova. Egy kicsit így is, nálunk is így van. Tehát az biztos, hogy ebbe ennyi energiát bele kell tenni. Nagyon sok mindent meghatároz, hogy a próba idejét, ha úgy tetszik, a főiskolai gyakorlatát ki melyik színházban kezdte. Te egy legendás időszakban a Madách Színházban kezdtél, és utána meg 15 évet. Ez én azt gondolom, hogy ez eleve elrendelés, hiszen ez meghatározza a későbbi időszakot. Tehát a Madách Színház, az akkori Madách Színházban bizonyos vagyok benne, hogy nem lehetett a komfortzóna uralma alá kerülni. Hát nem, és hát ezt
Hú, nagyon nehéz lenne felsorolni, hogy kik játszottak akkor ott. De hát azért a szakma krémje, azt kell, hogy mondjam. Sőt, hát egyik főiskolai beszédtanárom például Avar István, akivel később a Stuart Máriában játszottam együtt. Hát az a Madách Színház egy csoda volt, nagyon sok rendkívül művelt és nagyon érzékeny emberrel, akik azért tudtak nagyon modern módon játszani, hogyha lehetőséget adtak rá, és én azt hiszem, hogy Kerényi Imre igazgatásával is ezzel is jött. Azt a színezet nem lehetett szenvedély nélkül megközelíteni. Hát nem. Yeah. Azért ott a kritikákban kaptunk hideget, meleget. Ugye azért ott ezzel a 90-es évekbeli Madách Színházzal, ahol már megjelent azért a musical egy-egy formában, Heged is a háztetőnben volt szerencsém, ugye 200-valahány előadást játszani motelként. Azért jó rész prózai színház volt, és azt mondták, hogy ez egy polgári színház. Egy polgári színházban tölthettem 15 évet tulajdonképpen. Mennyit segített az, hogy például a Pince Színházban, ugye említed Mezei Évát és Keleti Istvánt, két olyan ember, akit ha így visszamenőleg az ember fia nemrest visszagondolni az alapokra, hogy mit kapott tőlük és megemlít, az biztos sokat jelentett neked. Egyrészt egy nagyszerű fészek volt az a Pince Színház, jó volt oda menni, tehát a hely szelleme nagyon erős volt. Másrészt pedig hát az Éva néni és a Keleti Pista bácsi nagyszerű tanárok voltak, és nagyon jó pedagógusok. Ugye középiskolásokról beszélünk, én magam is azt hiszem 15-16 éves lehettem, pont a legrosszabb időszak, ugye a kamaszkornak a legrosszabb időszaka, és ott lehetőséget kaptunk arra, valahol Európában például mutattunk be, amit még látott a Radványi Géza is, eljött, még élt szegény, és megnézte az előadást, és közben órákat beszélni tanultunk, színpadi beszédet, tehát ez egy nagyon-nagyon komoly hely volt. Egy ilyen, mint a Kazinczy érem, amit akkoriban vehettél át, az megerősít egy fiatalt, hogy igenis ez a pálya, hiszen még akkor a felvétel előtt voltunk. Igen, Pécsi Blankától vehettem még át, Deme Lászlót, Pécsi Blanka, Győrben. Hát az nem volt egyszerű, mert azt el kell mondani, hogy kétszer mentem én el azért. Kétszer nyertem meg a budapestit, és jutottam el az országosba, mert hogy az első alkalommal, amikor kimentem Győrbe, csak fél szemem volt az olvasáshoz, mert egy acélszilánk került a szemembe azt megelőző napon, és mondtam, hogy hát én nem tudok így olvasni. Mondták, hogy hát akkor így értelmezhetetlen a verseny, úgyhogy haza kellett jönnöm, és a következő évben újra megnyerni a kerületit, a budapestit, és kijutni ugye az országosra. Egyébként is jellemző az életemre, hogy elsőre soha nem kapok meg semmit. De ez így van a történetnek, ha már az elsőre nem, mert hogyha visszatérünk egy kicsit a Nemzeti Stúdió, Pregvicel Fruzsinát, illetve Bodnár Istvánt is mindig. Bodnár Sándort is mindig megemlíted, igen. Mert hogy aki kap valamit, és ráadásul a későbbi pályáján hasznosítható dolgot, tisztességet, emberséget, alázatot, a művészi elképzeléseik összefoglalását, az nyilván nem felejti el. Hát nagyon nehéz is, mert azért azt látni kell, hogy abban az időszakban, különösen ugye a főiskola után, nagyon sok munkahely volt. Hát azért volt szinkron, jó minőségű szinkron, rádióztunk, én még viszonylag sok rádiójátékot csinálhattam, ahol sokféleképpen kellett megnyilvánulni. Ugye a rádiós műfaj egydimenziós műfaj, csak hangban. És azért volt fontos, és azért volt nagyon jó, hogy nagyszerű beszéd alapokat kapott az ember. Szoktam mondani, mert hogy néha tanítok kicsit beszédet, hogy kétfajta tehetség van ebben, vagy kétfajta színész van. Az egyik nem örökölt csodálatos mondjuk rezonátorokat és nagyon jó hangszert, és megszólal, és szinte nem kell gyakorolnia, a másik pedig kevésbé tehetséges ilyen értelemben, sokat kell gyakorolnia. Én mindenkinek el szoktam mondani, hogy 52 évesen, ha 8 mondatot játszom aznap este, a mondókasoromat a kocsiba, Gárdonyból Fehérvárig elmondom, mert nekem ez egy életre szól. Nyilvánvaló. No, hát bocsáss meg, csak ez volt az az alap. Igen. Tehát ez nagyon fontos volt, hogy ők úgy tettek minket a pályára, Kerényi Imre is, és Gáti József is, és Torockai Miklósné, hogy ezt
mindig gyakorolni kell. Ezek vannak feladat, vannak bemelegítő gyakorlatok, amiket mindig csinálni kell. No, akkor ha már legendákról beszéltünk, és emberekről csupa nagybetűvel, akkor ne felejthetjük el Benedek Miklós nevét, mégpedig az utazás a koponyán körül. Igen. Ugye vannak történetek, amelyek rögzülnek bennünk, és ha a szenzációt keressük, én például nem, de azért az érdekes, hogy ugye negyedéves voltál, és egy komoly autóbaleset után. Igen. És Benedek Miklóstól megkaptad azt a szerepet, amire szerintem mindenki vágyik és álmodik, az utazás a koponyán körül. Ez valahogy így történt. Hát, a picit bonyolultabb a dolog, nem tudtuk, hogy... Szóval azt én magam sem tudtam, hogy milyen állapotban vagyok, hogy képes leszek erre. Azért ez mégiscsak 80 gépelt oldal volt még eredetileg. De azt mondta Miklós, hogy kezdjük el, aztán majd meglátjuk, hogy egyetlen egymással hogy bírunk. És 3,5 hónapos munka után mutattuk be ott a főiskolán. Bebírtatok? Bebírtunk, igen. A Miklós azt mondta, és hát szerintem nem történhet bármi ebben az életben, ami mondjuk életünk képén a legnagyobb ecsetvonás, az én életem képén a legnagyobb ecsetvonás, az biztos. Ez a darab. Elsősorban azért, nem csak azért, mert 260-at ment, itt is ment Fehérváron, ugye 10-valahányat, hanem azért, mert a nagy magára maradás, önmagával való szembenézés egy előadáson belül, az egy fölfoghatatlan, milyen szavakat találjak rá. Szóval az egy nagy utazás, az egy nagy mély kút, amiben az ember belecsobban. Érintőlegesen beszéltünk a madásról, most menjünk be. Hiszen azért másfél évtized egy olyan színházban, az meghatározza az ember életét mindenféle értelemben. A későbbieket is mindenképpen. Hát azok az alapok, amit mondtam neked, azok az alapok, amiket ott én kaptam, az hát jöhetnek viharok, meg beszélhet le engem arról bárki, hogy szóval bizonyos dolgokról már nehéz lebeszélni. Tehát az az alap, azt viszi az ember élete végéig, ez egészen biztos. Ezt sikersztoriként élted meg? Én úgy éltem meg, és azért volt különösen fájdalmas, hogy befejeződött, mert én szívesen mentem volna onnan nyugdíjba. Tempora mutantur, tehát változtak az idők. Igen, és nyilván 20 évesen az ember, tehát ha visszatekintek, ez mindenképpen butaság, hiszen hát a körülmények, meg attól, hogy az épület ott van, körülmények megváltozhatnak úgy bárhol, hogy az ember úgy érzi, hogy menni kell. De én az utolsó pillanatig kitartottam, amikor hát aztán azt mondta igazgató úr, ugye Szirtes Tamás, hogy hát nem gondolkodik bennem. És ugye az egyik út Gárdonyból mindig fölfelé vezetett, és utána pedig jött az út, ami jött erre felénk, hála Istennek így utólag. Igen, 2010-ben szerződtem ide, Vasvári Csaba és Szűcs Gábor szerződtettek le, akiknek ezt nagyon-nagyon-nagyon köszönöm, 2 év szünet után. Tehát ez lett a második otthonod, mert az első otthonod Gárdony. Ugye tudjuk, hogy az a háza, nagypapát háza, nyaraló volt valamikor, és 1960-as évek közepétől épült, már. Így van. Aztán sőt, azt hadd mondjam el, mert azért kis színeshez hozzátartozik, hogy az én nagyapámat úgy hívták, hogy Preisz Kálmán, és filmgyári hangmérnök volt, rengeteg filmnek volt a hangmérnöke, és az első házikó 65-ben egy operett filmnek az egyik busza volt. Színes, 1 méteres betétek voltak benne, kék, zöld, sárga, és az került le a forgatás után, és az, hát nem tudom, 10 évig volt az. Aztán egy kis faház lett, és 2003-ban készült el a kőház, amiben lakunk. Tehát a Velencei tó gyermeke voltál. Így van. Annak minden tökéletes kikapcsolódási lehetőségeivel. Abszolút. Horgászat, úszás, csónakázás, és így tovább? Én tulajdonképpen hazaköltöztem újra. Mert hogy ugye vége lett az iskolának, májusban én a nagyszüleimmel lejöttem ide, és szeptemberben mentem haza. No, Vörösmarty Színház. Nem volt választásod? Bizonyos voltál benne, hogy szeretnél ide szerződni? Biztos voltam benne, igen. Mi volt az első olyan pillanat, amit megéltél, amit sikerként könyvelhettél el, ami megerősített, hogy jó helyen vagy? Az első,
Hát azért az a Mágnás Miska volt, amit nagyon-nagyon szerettünk. A Pixi Mixit játszottuk benne a Tüszkös Anyival. De hát 2011-ben volt azt hiszem az Utazás Koponyám körülnek az itteni bemutatója, ami tulajdonképpen az egészet átírta a Miklós, egy másik előadás volt, tehát nem a játékszínben. A repertoárt most nem mondom el, hiszen estéről estére láthatunk téged, hála Istennek, teszem hozzá már ismét, de én azt gondolom, hogy jó, hogy itt vagytok, mármint az a korosztály, akik egy más dimenziót hoztak ide. Volt, ugye Péterfi Attilánál kezdtem én a Fehérvári Színházi létemet, ha úgy tetszik, de nyilván még a vendégrendezőkre is emlékszem, a Bújtor Érára, aztán a Konrád és a Szikora megérkezése tette ezt a történetet most teljessé. Mi minden változott ebben a színházban? Hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy megérkeztek a Szikora Jánossal a művészeti vezetők, tehát Bagó Bertalan, Horváth Csaba, Argita Iván, aztán számtalan lehetőség nyílt arra, hogy úgy tetszik, egy új repertoárt valósítson meg ez a színház. Tehát hogy épült fel a te színészléted? Hú, hát ez nehéz kérdés. Lépésről lépésre. Hát például ugye az Ember tragédiában dolgoztam először Horváth Csabával, aki ugye egy alapvetően mozgásra épülő színházat képzel el, és nagyon komoly felkészültség kellett ahhoz, hogy annak meg tudjak felelni. Egy kicsit akkor foglalkozzunk, és most menjünk, ugye a Vörösmarty díjat kaptál, az elismerés az mindig nagyon fontos, hiszen a Fejér megyei Vörösmarty Mihály díj az egy olyan elismerés, amelyet tényleg csak az arra hivatott emberek kaphatnak meg. Viszont nézzük meg a másik életed. Tehát nyilván van két csodálatos gyermeked, Csanád és Berta Anna egyik oldalról, és ott van a feleséged, aki, mint tudjuk, egy református óvodát vezet. Így van. És amire én felfigyeltem, hogy csodálatos kezdeményezések. Azért mondom ezt a jelző szerkezetet, mert én egyszerűen a szívemhez kaptam, hogy ez micsoda újdonság számomra. Gondolok itt a Zsongó Bárka Egyesületről. Igen, az egy nagyon-nagyon-nagyon klassz. Egyáltalán az a református közösség, Bolá László és Karl Melinda nagy tiszteletű úr és asszony vezetésével olyan, tehát egy nagyon-nagyon-nagyon közösséget alakítanak ki rengeteg programmal, és hát nagyon sok építkezés, templomfelújításra gondolok, közösségi ház, vagy igen, építkezésre, és nem sokára lesz új önálló református óvoda, szintén az egyház segítségével. Ugye ezt 2005-ben alapítottátok, és utána, ahogy én olvastam, hogy ez egy kísérletező közösségi műhely, játszóház, múzeum, pedagógia, jószerivel minden volt benne. Igen, és tulajdonképpen ez a gondolkodásmód, amit a Zsongó Párka képviselt, ez azért bekerült az óvodába, szülőkkel együtt, tehát a református óvodába, és hát tulajdonképpen már nem megkülönböztethető így a Zsongó Párka Egyesület, mint olyan. Ez együtt dolgozik. Ezek nagyon a történetek megerősítést hoznak neked? Tehát segítenek abban, hogy adott esetben a színházon túl is teljes életet élj? Szerintem nagyon fontos, hogy egy kis közösséghez csatlakoztunk. Én azért 20 nem tudom hány évet töltöttem el Budapesten, ami hát szabad-e ilyet mondani. De hát nem élhető város lett. Vagy legalábbis én már nem éreztem ott jól magam, és boldogok voltunk, hogy itt Gárdonyban megtaláltuk azt a, hát ez 20 családot jelent, akik összejárunk, akik egy félét gondolunk. Ez tökéletes szám. A másik vállalkozás pedig, ha lehet ilyet mondani, még érdekesebb, bár más, a meseboltról beszélek. Beszéljünk a meseboltról. A mesebolt az tulajdonképpen egy két-három éves időszak volt, amíg nem volt szerződésem. Budapestről már eljöttem, de még nem volt meg a fehérvári szerződésem. És tulajdonképpen a feleségem beosztott óvónő volt ott Gárdonyban, és sok energiája volt még, és négy előadást hoztunk létre, és azzal jártuk az országot fel a csomagtartóra, paravánt, a hangfalakat be a kocsiba,
Nagyon jó időszak, nagyon jó két év volt. De ez egyfajta misszió, egy olyan küldetés, amire azt mondom, hogy mindenkinek megdobban a szíve. Lehet, hogy nem mondja ki, de azért vágyik rá. Amikor az ötlet megszületett, azon a este vagy délután, akkor a Manci azt mondta, hogy ő nem biztos, hogy ennek meg tud felelni, hogy meg tud úgy szólalni, meg egyáltalán színjátszani, ez egy másik műfaj. És mondtam neki, hogy bíz benne, meg fogod tudni csinálni. És a második előadásra már úgy szólalt meg, ahogy meg kell. Úgy olyan jelenléte volt. Ugye a színházi pillanataidról ismerjük, hogy mikor vagy jelen. Ugyanakkor én felfigyeltem arra, hogy hála Istennek azok közé tartozol, akik segítenek Székesfehérvár kulturális életében. Gondolok itt a versünnep mentorságára egyik oldalról, és a középiskolák színházi megmérettetéseire. Ezek milyen feladatok egy színésznek? Ugye ez nem kötelező. Vagy jelentkezik valaki és szívvel csinálja, vagy nem. Hát abba a korba jutottam, amikor fontos lett, hogy átadjam, amit megtanultam, ahogyan megismertem magamat. Tehát, hogy arra az útra tegyem ezeket a fiatalokat, amire hát engem is tettek, vagy ahova én is kerültem. Megmutassam azt is, hogy bizony van szakadék bőven. Tehát nagyon fontos lett az, és nagyon nagy élvezettel teszem, hogy felkészíthetek fiatalokat a versünnepre, vagy ugye ez az Atlantis programot említettél. Nagyon jó közöttük, és nagyon sok impulzust kap az ember, amit aztán viszek tovább. Ezek az impulzusok mennyit segítenek a hétköznapokon? Hiszen tudjuk, a színház is változik. Hát mindenképpen gondolkodom bennük. Tehát azok a fiatalok, akikkel ugye játszottuk a János Vitézt és a Csongor és Tündét is Matuz János rendezésében, azokkal a fiatalokkal én napi kapcsolatban állok. Egyik-másik felvételizik, vagy elment a kedve a színészettől, de hát akiknek még megmaradt a kedve és akarnak valamit csinálni, azokban gondolkodunk. Milyen jövőképe lehet egy vidéki színházban egy színésznek? 50-en túl. A helyeden vagy? Megbecsülnek? Olyan ez a színház, amiatt elképzeltél, amikor ide szerződtél a 2010 után? Hát talán inkább az a fontosabb, hogy a nézők úgy távoznak-e, hogy visznek a batyújukba valamit. Ez szerintem ez fontosabb, mint hogy én pontosan mit érzek, ugye? Öntsünk tiszta vizet a pohárba, én elfogadtam azt, hogy kis vagy közepes szerepeket játszom itt. Nyilván nem én játszom a nagy szerepeket itt, és nem elsősorban azért lehet ez baj, mert hogy mondatra fizetnek, hanem azért, mert azért jó egy szerepívet játszani. De azért kapok olyan feladatot, amiért érdemes bejönni és érdemes fölkészülni. Jön az új évad, ott voltunk a sajtótájékoztatón, elég mozgalmas lesz annyi szent. Nagy évű történetek mellett, kamaradarabok szépen sorban. Milyen lesz ez az évad? Pontosan nem tudom még, hogy mit játszom. Azt tudom, hogy a Csónak című darabot még most fordítják, ha jól tudom. Ugyanazok írták, akik a terrorizmust. Valószínűleg a Mágnás Miskában is vagyok. Zsótér fog rendezni, valószínűleg abban is, és a Trianon. Itt Trianont érdeklődéssel várjuk, nem csak az évforduló kapcsán, hanem mert hogy ugye a Nemzeti Összetartozás napján kiderült, hogy soha nem volt talán fontosabb, mint hogy tisztába tegyük, rendbe tegyük ezt a történetet, és az a regény, illetve hát az a dokumentum, amelyből készül a Trianon, én volt szerencsém megvenni, és valóban egy mestermű. És hát kíváncsiak leszünk rá, hogy milyen lesz belőle a dramaturgia, milyen lesz a színpadra alkalmazása, de én is nagyon várom. Nagyon várom. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm, hogy meghívtál. Nem igazán emlékszem, hogy mit kell kívánni egy színművésznek búcsúzóval. Hát, hogy ne száradjon ki a velencétó. Menjünk fürödni. Ez egy különleges, ne száradjon ki. Ne száradjon ki a 30 benne. Fokban. Azért ez komoly veszély, de bízunk benne, hogy nem így történik. Köszönöm, hogy meghívtál. Köszönöm szépen neki.
Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Kelemi István volt, a Vörösmarty Színház színművésze. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, minden jót, viszontlátásra!